sok szeretettel köszöntek mindenkit az ima hét hatodik estéjén. Legyen áldott a mai időzésünk is Isten előtt és Isten igéje mellett. Imádkozni szeretnék, mielőtt olvasom az Isten igéjét. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy a járványhelyzet nem akadályozta meg, hogy valamilyen formában újra együtt legyünk. Bár nem nézhetünk egymás szemébe, pedig nagyon jó lenne, de jó azt tudni, hogy Te viszont szemmel tartasz bennünket, ezekben a percekben is. És Te nem csak a külsőt látod, hanem szívünket teljes mértékben. Köszönjük, Atyánk, hogy amilyenek vagyunk, ahogy vagyunk, Te elfogadsz bennünket, de szeretnéd azt, hogy egyre inkább formálódjunk és alakuljunk olyanná, amilyen Te vagy. Azt kérem, Tőled add meg, hogy ezen az estén, ha történjen ez meg, a Te kegyelmedből, a szeretetedből. Amen. Isten igéjét két helyről szeretném olvasni, az imaheti füzet témáján haladva tovább, János Evangéliumának 15. fejezetéből, illetve a római levélnek a 14. részéből szakaszosan néhány ige A János Evangélium a 15. fejezetéből így szól Jézus szava, és arra rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Pálapostól pedig a rómaiaknak a következőket írja, a hitben erőtlent pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Ki vagy te, hogy más szolgája felett ítélkezel? Tulajdon urának áll vagy bukik, de meg fog állni, mert van hatalma az úrnak arra, hogy megtartsa. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? hiszen minnyáján oda fogunk állni Isten ítélő széke elé. Legyen áldott Isten igéje. Nagyon fontos, nagyon jó és komoly témát gondolhatunk végig ezen a héten. János Evangélium a 15. részéből, ami egyébként Jézus Krisztusnak az utolsó vacsorán elmondott nagyon komoly tanítása és üzenete legyünk gyümölcstermőek, teremjetek gyümölcsöt. És ennek a mai altémája, hogy egymás elfogadása, mások elfogadása valósuljon meg, és ebben mutatkozzon meg ez a gyümölcstermés. Úgy gondolom, jó átgondolni újra, mert hiszem, hogy többen megtették már ezt, vagy akár mindannyian. Mit is jelent a bibliai értelmezésben a gyümölcstermés? mert ez nem emberekre vonatkozó fogalom, hanem inkább kertészeti kérdés. De maga ez, hogy egy gyümölcsfára gondolunk, segít az értelmezésben. A gyümölcstermés a fáknak tulajdonképpen lételeme és élet célja. Ezért ültetik, ezért gondozzák folyamatosan a fákat, hogy adja a gyümölcsöt. Ez az egyik nagyon fontos gondolat, amit meg kell értenünk, hogy a mi életünknek, hitéletünknek, hívő életünknek a célja, hogy gyümölcsöt teremünk. Enélkül egyébként értelmetlen. A hitünk is minden más. És hogy ezt még jobban értsük, azt a példát is, illetve a példán keresztül azt az üzenetet is átgondoljuk, hogy a gyümölcsfa nem önmagának termi a gyümölcsöt. Leszedik róla, és elfogyasztják. Legtöbbször a tulajdonos. Aki é a fa, azt szeretne belőle részesülni, azt szeretné a hasznát látni, azt szeretné élvezni ezeket a gyümölcsöket. Milyen jó lenne, hogyha tényleg ilyen lenne az életünk. Hitben járásunk és Krisztus követésünk, hogy a körülöttünk lévő emberek élveznék a társaságunkat, a jelenlétünket, hasznot jelentenénk nekik, mint hogy a gyümölcs a gyümölcsfáról hasznot hoz és hasznot ad. Hogy kapcsolódhat ehhez maga az elfogadás, mások elfogadása, vagy kölcsönös elfogadás? Azt figyelem meg, hogy az értékesség vágya, ugye a gyümölcstermésből következtetve, hogy szeretnék értékes lenni, szeretnék hasznos lenni, ez sokakban megvan, sokakban él ez a törekvés. Viszont mégis Jézus Krisztus jónak látta, hogy ezt erősítse. Én arra rendeltelek benneteket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Mint hogyha erre emlékeztetni kellene bennünket, vagy egy kicsit bátorítani és búzdítani. Tényleg így van. És ne úgy fogadjuk ezt, mint egy kíméletlen noszogatást Jézus Krisztustól, hanem úgy, mint aki, ha parancsol, ha valamit utasításba ad nekünk, akkor abból is vehetünk. Ő nem azért ad parancsokat, hogy egy kizsigerelő zsarnokká váljon az életünkben, hanem azért, mert tudja, hogyha teljesítjük az akaratát, még akkor is kapunk. Ha valaki terem a gyümölcsből, termi a gyümölcsöket, ha másoknak hasznossá tud válni, másokat tud elfogadni, abból nyeresége lesz. Nagyon nagy érték minden időszakban, minden történelmi korszakban az emberek életében az elfogadás. De azon töprengtem, hogy talán Jézus szavai most a XXI. században még inkább nagy jelentőséggel bírnak. Ugyanis a elfogadás, mint hogyha valami torz felfogásként élne az emberekben. Működik az a hozzáállás, az a gondolat, hogy igen, én elfogadok mindenkit, szeretnék hasznossá válni, ha megfordítjuk az irányt, de én azt látom, hogy ez sok esetben nem önzetlen, hanem benne van, mint egy gyümölcsben sokszor belülről kezd el rohadni az önzésnek a problémája. Azért adok és azért fogadok el, hogy ezáltal egy hasznosítható kapcsolatot építsek. Én szeretném, és ezt látom célnak, hogy ezt kell kitűznünk, hogy a hasznossá válás az önzetlen legyen. Van egy másik gondolat, ami miatt ma az elfogadás tényleg fontos lehet mondok néhány példát, amit többször hallok emberektől, akár élő szóban, akár az internetes megosztásokban, lehet, hogy ismerős lesz mindenkinek. Ne akarj megfelelni elvárásoknak, ha valaki szeret téged, elfogad úgy, amilyen vagy. Vagy egy másik. Nem olyan emberekre van szükségem, akik megmondják, mit kell csinálnom, hanem olyanokra, akik elfogadják azt, amit csinálok. És még egy harmadikat. Bár nagyon hosszan a sort, ha azt veszed észre, hogy egy kapcsolatban a társad meg akar változtatni, akkor merj kilépni abból és légy önmagad. Hát ma ilyen az elfogadáshoz való hozzáállás, hogy engem fogadjon el mindenki. Elvárásként jelenik meg, igényt tartok erre, és igazából mögötte ott van az a probléma, én viszont nehezen fogadok el, vagy talán nem is akarok. És azt látom, ha ez így megy tovább, akkor a Földünk mai lakosságát tekintve el fogjuk érni, hogy több milliárd egymástól elszigetelődött, csak a elvárásként jelentkező elfogadást megélő emberek halmaza leszünk, akik talán duzzognak magukban azért, mert engem nem fogad el senki. De nem fordítjuk vissza a kérdést, hogy és én kiket fogadok el, és én kiket próbálok türelemmel és szeretettel körülvenni. Mi van e mögött? Miért torzult el ennyire az elfogadás? Erre is látok egy magyarázatot, bár nem biztos, hogy egy tökéletes magyarázat ez minthogyha az emberek félreértenék ma az elfogadást. Mert azt gondolják, hogy ha én elfogadok valakit, akkor egyet is kell érteni vele, S ha egyet kell érteni vele, akkor tulajdonképpen fel kell adnom magamat, meg kell szabadulnom a saját meggyőződésemtől. Hát ez tévedés. Ha ezt így helyre tesszük magunkban, lehet, hogy könnyebb lesz elfogadni. Az elfogadás, más elfogadás az nem egyenlő az egyetértéssel. Gondoljunk a legalapvetőbb példára így egy ima hét kapcsán, vagy a hitünk vizsgálata folyamatában, hogy a mindenható teremtő igaz Isten, az elfogadja az embert. Feltételek nélkül ezt olvassuk róla, és ezt tapasztaljuk vele kapcsolatban. És akkor tegyük fel a kérdést. Ez az elfogadó, szerető Isten egyetért mindennel az életünkben? Én úgy látom, hogy nem. Nem tud egyet érteni, de ennek ellenére elfogad. Úgy tud elfogadni, amilyenek éppen vagyunk, de azonnal hozzáfog, hogy formáljon minket. Na lehet, hogy ezen ijednek meg nagyon sokan, akár az Istennel való kapcsolatban, vagy az emberi kapcsolatokban is. Ő, amint elfogadott, folyamatosan kezdi tudomásunkra hozni, hogy mivel nem ért egyet. És ez ellen lehet tiltakozni, lehet vagdalkózni, lehet hátat fordítani, lehet megszakítani a kapcsolatot, de ezzel egyet érünk el, hogy nem fogunk tovább közeledni. Tudom, azért nem ideális ez a példa, amit hoztam, mert Isten egy tökéletes személyiség, mi meg nem azok vagyunk. Mi nem így tudunk elfogadni. Ő neki joga van arra, Tökéletes Szent Úrként, hogy megmondja nekünk, mi a hibás az életünkben, és kezdjen el formálni bennünket. Mi ezt nem tehetjük. Ha meg is próbálom, akkor igazából egy eltorzult emberi képből csinálok egy másfajta, deformált emberképet, mert én magam is az vagyok. Tudjuk azt, hogy Isten képére lettünk alkotva volt egy keresztény író, aki így fogalmazott, így írt meg egy könyvet ezzel a címmel, hogy eltorzult képmás. Igen, a képmás, amit hordozunk, eltorzult, de azért jött Jézus Krisztus, azért van jelen Isten szent lelke, hogy ez helyreálljon. És ő ezért próbál a teljes elfogadás után minket szép, folyamatos, lassú változásra rábírni. De ez nem a mi dolgunk egymás felé. Nekem nem úgy kell elfogadnom a másik embert, hogy a saját képemre akarom formálni, és be kell látnunk, hogy nagyon sokszor akaratlanul, öntudatlanul ebbe az irányba haladunk. Valaki, aki végre meghallgat, valaki, akivel éppen beszélgethetek, és kiderül, hogy másképp gondolkodik, elkezdjük keményen, keményen gyúrni, hogy legyen olyan a meggyőződésed, mint az enyém. Az elfogadásnak van egy másik területe, ami sajnos kihat a személyes vonatkozásra, bár anyagi jellegű, és úgy érzem, emiatt is Zsák futunk nagyon sokszor az elfogadás tekintetében, mert nehezen tudnak segítséget elfogadni az emberek, azért, mert mindjárt elkezd a feltételezés kialakulni. Vajon miért adja? Vajon mit fog ezért várni tőlem? Vajon miben fogom így elkötelezni magam? Vajon hogy veszítem el a szabadságomat? Vagy, még ha ezek nem is annyira erősek, akkor egy másik oldal jön elő, hogy hát igen, lehet, hogy jó lenne a segítség, szükségem lenne a támogatásra, az elfogadásra, de ez olyan lebecsült, Kisebb rendűségű állapotot sugal, és én nem szeretek az lenni. Én szeretik inkább adni, de nem szeretek kiszolgált lenni és elfogadott segítségre szoruló emberré válni. Le kell ezt vetkőzni. Szükségünk van egymásra. El kell fogadjuk egymást, és tényleg kölcsönösség kell tenni. Nem csak azzal a téves felfogással, ami ma nagyon erős, ahogy említettem, engem mindenki fogadjon el de én nem vagyok hajlandó senkit elfogadni. És ugye olvastam egy levél részletet is a rómaiakhoz írt levélből, amiben Pál apostol és rajta keresztül maga Isten bátorítja az ottani gyülekezetet, a benne élőket. Egy érdekes megközelítésben adja az útmutatást a harmonikus életre. Fogadjátok be a hitben erőt lent. Vannak különbségek a hitben. De ne azért, hogy az íté vagy a véleményeit ítéljétek, hanem, én így fogalmaztam, bár nem szó szerint ez van leírva, hogy utána együtt keressétek az Isten útját, és együtt járjátok az Isten megismerésnek a életét, életútját. Igen, mert tulajdonképpen ebben lehet egy nagyon jó cél azért fogadom el a másik embert nézeteivel, álláspontjával együtt, mert az kiegészítheti az enyémet, mert tanulhatok tőle. Nem biztos, hogy mindent és százszázalékosan, de lesznek részletek. És Pálapostól egy olyan végső célra tereli a figyelmet ennek érdekében, ami kikerülhetetlen az életünkben. Mert eljön egy nap, amikor Isten ítélni fog. És azt mondja, hogy mindannyiunknak egyénileg kell számot adni. Nem az szerint, hogy mások mit gondolnak rólam, vagy én hogy ítélkeztem másról. Lehet, hogy akit valamilyen szempontból lenézek és megítélek, és nem tudom elfogadni, az sokkal nagyobb megbecsülést kap majd akkor. És én, aki többre tartom magamat, nem nyerem meg ugyanezt. És azt mondja az apostol, ne ítélkezzünk, ne egymással szembeforduljunk, hanem higgyük el azt, hogy mindenki a saját urának áll. Vagy esik el, de azt mondja, meg fog állni, mert az úra megerősíti erre. Igen. El kell azt is hinnünk, hogy aki hitben él, elfogadta Krisztust urának. És neki engedelmeskedik. Lehet, hogy nem olyan módszerekkel és életfelfogással, mint én, de akar engedelmeskedni. Az elfogadás az ítélkezés helyett ugyancsak egy gyümölcs az életünkben. Egy olyan gyümölcs, ami tényleg kívánatos és hasznot hoz a közösségekben. Én ezt kívánom, hogy Ma este ez a gondolat formáljon bennünket, és a továbbiakban is. Jézus Krisztus elküld bennünket, azt mondja: Én rendeltelek benneteket, hogy menjetek gyümölcsöt teremni, legyetek hasznossá. És ebben figyeljetek arra, hogy legyetek elfogadóak, nem megalkuvóak, nem elftelenek, hanem mint akik túl tudnak lépni ügyeken, kérdéseken, nézeteken, Filozófiai problémákon, és tudják az egyént értékelni, mint ahogy az élő Isten is, segítsen ő maga már, mint az Atya, ebben az ő lelkével. Amen. Befejezésül szeretném, ha újra Istenhez fordulnánk és imádkoznánk. Mennye atyánk, nagyon köszönjük neked azt, hogy fiatban Jézus Krisztusban közeljöttél és megtapasztalhattuk, mit jelent az Isteni elfogadás. Amikor Jézus itt a Földön járt, azt hirdette, azt mondta, hogy azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett, aki elveszett. És köszönjük, hogy a tettei is ezt bizonyították. Nem egy feltétel listát adott át az emberiségnek, hogy teljesítsétek, és akkor majd elfogadlak benneteket, hanem kereszthalálával halálával bebizonyított, hogy elfogad minket, feláldozza magát azért, hogy megmeneküljünk. Persze aztán hozzá fog egy nagyszerű munkához, amit a Szentírás így fogalmaz, hogy ő elkezdte a munkát bennünk, és az ő napjára be is akarja fejezni. Én azért könyörgöm, Istenem, segíts, hogy ez a munka hadd folytatódjon bennem, bennünk, és ha ez hadd legyen egy részlet, amit tényleg te formálsz ki belőlünk bennünk, hogy fogadjuk el egymást. Megvallom, megvalljuk, hogy nagyon nehéz sok esetben. A különbségek, a nézeteltérések, a különböző világnézetek, hitelvi alapok miatt. De szeretnénk engedni neked. Segíts, hogy ne érdekből, hanem önzetlenül valósuljon ez meg. Ámen. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, és kívánom, hogy a hét hátralévő estéiben is legyen még áldás az elhangzó üzenetekből.